lakások és házak korszerűsítéséhez nyújt segítséget a családoknak a jövő évtől igénybe vehető otthonfelújítási támogatás, amelynek összege a költségek 50%-a, maximum 3 millió forint lehet. Nagyon komoly, a elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja indult el. Ennek az első eleme az otthonfelújítási támogatás, amit minden család igénybe vehet, ahol 25 év alatti gyermek még egy háztartásban él velük, illetve a gyógyban részesülők, addig, ameddig az élethosszig tart. Gyakorlatilag minden család, ahol gyermeket nevelnek, ez vonatkozik a vegyszülős családokra is. Ezt egy kifejezetten komoly előrelépésnek tartjuk. Az otthonfelújítási támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványt a Magyar Államkincstár és a kormányhivatalok honlapján is el lehet majd érni. A támogatásnak több feltétele is van, legalább egy éves folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek. Szintén feltétel, hogy a lakás vagy a ház fele a kérelmezői legyen. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik még a gyermek megszületése előtt szeretnék megszépíteni otthonukat, a terhesség 12. hetét követően ugyanis már jogosultak a támogatásra. Az összeget egyébként utólag fizetik ki. A hitelt érdemlő számlákkal kell bizonyítani költségvetéssel azt, hogy milyen felújítások zajlottak, természetesen a hatási jogszabálynak megfelelő számlákat, ezeknek a másolatát majd természetesen be kell mutatni, vagy bármikor bemutatóvá kell tenni, és hát az ellenőrzéseket is valamilyen módon majd azért el fogja végezni az államapparátus, hiszen azért látni kell, hogy ezek a beruházások, ezek hogy és milyen módon, hol történtek meg. A másik fontos januártól életbe lépő módosítás szerint az új építésű lakások áfája 5%-ra mérséklődik. Ez pedig nem csak megtakarítást jelent a vásárlók számára, de az építőiparnak is új lendületet adhat. A csokkal vásárolt ingatlanok esetében a családok az 5%-os áfát is visszaigényelhetik. Porszívók, kávéfőzők, tévék. Nagyon sokan vásároltak hasonló műszaki cikkeket az ünnepek előtt. Ez pedig gyakran nem kis kiadással járt, így nagy bosszúságot okozhat, ha éppen a garancia lejárta után hibásodik meg az adott termék. A jövő évtől a vásárlók számára kedvezőbb jótállási szabályok lépnek életbe. 2021. január 1-től úgynevezett sávos rendszert vezetnek be. Így a termék árától függ majd, hogy mennyi lesz a jótállási idő. 10.000 forint lesz továbbra is a minimum értékhatár, viszont 10.000 és 100.000 forint között marad az egy év jótállás, de 100.000 forinttól 250.000 forintig már két év lesz a termékekre a jótállás, és 250.000 forinttól fölfele pedig már három év. Ugye a termék bruttó eladási ára az, ami az alap ilyenkor, tehát amit a fogyasztó fizet a termékért, az lesz a jótállási időszak alapja. Tehát, hogyha 300.000 forintért vett egy mosógépet, akkor ott már három év lesz a kötelező jótállás. A megváltozott vásárlói igények miatt a jövő év elejétől a kötelező jótállás alá tartozó termékek köre is bővül, például napelemekkel, drónokkal és elektromos rollerekkel. Ennek két célja van, egyrészt a fogyasztóvédelem erősítése, illetve a fogyasztók jogainak erősítése, másrészt pedig a fenntarthatósági szempontok, hiszen ezzel arra is ösztönözzük a gyártókat, hogy hosszabb ideig életképes termékeket gyártsanak, hiszen tényleg egy 300.000 forint azért egy nagyobb beruházás egy-egy háztartásban vagy egy-egy családnak, és joggal elvárható, hogy ilyen esetben akár három évig is úgymond jótáljon a vállalkozás azért a termékért. A meghibásodott termékek javítására és cseréjére is egyértelműbb szabályok vonatkoznak januártól. Az eddigi előírás szerint a vállalkozásoknak törekedni kell arra, hogy 15 napon belül megjavítják az adott terméket. Ez a szabály a jövőben is megmarad, de ha ezt a határidőt a vállalkozás nem tudja teljesíteni, akkor erről tájékoztatnia kell a vásárlót. Januártól háromszori javítás után már kötelező lesz a csere.